Hello mindenkinek, sziasztok srácok, itt Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval. És most ebben a videóban nem más lesz, mint elsősorban meg akarom köszönni, hogy a 12 ezer feliratkozott. Második sorban pedig Kung Fu Pangrát fogjuk megkeresni a Minecraftban, azaz Po-t. Legalábbis tudjátok, hogy van az a mese, hogy Kung Fu Panda, és azon belül ugye ott van Po, ugye az a panda. És őt fogjuk megkeresni, hogy tanítson meg minket karatézni. Ugyanis arra gondoltam, hogyha már itt vagyunk úgymond, és megtehetjük úgymond a Minecraft-ban, hogy megkeressük őt, hát igazából ennyi, ja, tanítson meg nekünk pár eléggé ütős fogást, vagy valamit, tök mindegy, aztán hát reméljük, hogy segíteni fog nekünk, ha nem, akkor meg maximum, nem tudom, akkor meg pórul jártunk, de akkor is legalább találkoztunk egy kicsikét vele, de hát szerintem azért csak lesz annyira jó fej, hogy megmutassa nekünk a dolgokat. Na, össze is szedtük addig a cuccokat, és én szerintem el is indulok valahol, na várjatok, errefele kellett igen azt hiszem menni, ezek már nem kellenek, ezeket kidobálom. Valamerre errefele kell azt hiszem menni, hogyha nagy, olyan várjatok, igen, itt van egy ház, ebben gyors körmézek, hát ha találok valami érdekes dolgot, ó, mondjuk itt van gabona, de mindegy, igazából kajánk az van, csak crafting table van, itt az emelet. Itt sem nagyon, hát mondjuk itt van egy láda, üres, jó, mindegy, szerintem ezek a ládák így is üresek lesznek. Szóval ezeket most itt hagyom, és akkor gyors megyek oda, ahova nekem alapból mennem is kéne. Na, menjünk is ki, becsukom, nem tudom, hogy ki lakik itt, de mindegy, most nem ezért jöttünk, hogy ezt kiderítsük. Elindulunk, elvileg, hogyha ezen az úton mit végig fogunk menni, akkor majd oda fogunk érni egy városba talán. Azt hiszem, hogy egy városhoz kéne menni. És majd ott nem tudom, hogy hogy fogjuk megkeresni a Po-t, de aha, ott is ott van már egy ház, meg ott van egy hajó. Aha, kezd betölteni, igen, ez lesz itt a város. És nem tudom, hogy melyik házban van, de majd megkeressük, valahogy majd csak megoldjuk. Először sorban amúgy is körbe akarok nézni, hogy mégiscsak hát ha nem tudom, lehet, hogy van itt valaki, aki esetleg tudja, hogy mi van, de ami nagyon fontos, hogy én most ezt a hajót meg akarom nézni. Ez a hajó nagyon epikül néz ki, ne várjatok. Ah, jó, oké, megvan. Hát itt igazából ilyen alvós helyek, ezeket ládákat kisebb bírom nyitni. Nagyon jól néz ki, ez a kis hajó. Ó, milyen cuccok vannak már itt? Na várjatok, ilyen ajtó, hát mondjuk igazából eléggé felesleges cuccok, de mindegy, vannak itt cuccok azért. Ezek meg szerintem gondolom, hogy üresek, jó. Akkor ezeket hagyom, mondjuk akkor ebbe is lehet cucc igazából, de aj, nem tudom, most ezt mindegy kiütöm, azt megnézem, hogy ebbe van-e. Nem, nincsen cucc, jó, akkor ezt feleslegesen izélem. Jó, menjünk tovább akkor, és mit tudom én, nézzünk el így első sorban. Nem tudom, az a gond, hogy nagyon sok ház van, tehát most mondjuk itt kapásból látok már, vagy 4-et, vagy 5-öt, vagy 6-ot, vagy 7-et, 8-at, 10-et. Rengeteg ház van, srácok, szóval fogalmam sincs, hogy pontosan melyikbe kéne keresnünk Po-t, és hogy hol tudjuk esetleg megtalálni. De nem tudom, nem tudom, mindegy, majd járkálok szépen házról házra, aztán talán találok valami olyan nyomot, jelet, vagy bármit. Ó, itt egy vasút. Ez te király lenne, hogyha lenne egy csillés kocsim, de hát sajnos nincsen, szóval mindegy, nem baj. Mondjuk ez a vasúttal ez eléggé király lehet végigutazni az egész városon keresztül. Itt van valami, nem tudom mi, itt is itt egy láda. Most a ládákat amúgy már akkor megnézem, mert abban a ládában is ott a hajont láttam cuccokat, szóval lehet, hogy ezekben is lesznek cuccok, de mondjuk nem, ezekben nagyon nincsenek cuccok. Hát itt sincsen szerintem, valószínűleg itt sem fogom találni, szóval ezt én így hagyom is. Itt van egy kút, hogyha jól látom, ja, ez egy kútnak néz ki. A kút alján nagyon semmi nincsen, szóval ezt nagyon kell itt izélnem, hogy mi lehet itt, itt sincsenek nagyon semmi izék. Miért záródik, hogy mindig bögöttem be az ajtó, ez nagyon furcsa. Hát rettentő nagy város, srácok, tényleg óriási nagy ez az egész város. Fogalmam sincs, tényleg fogalmam sincs. Itt már ilyen tornyok lesznek, hogyha jól látom, meg itt van valami étkező. Itt van, jaj, igen, ez valami étkezős cucc. Elmegyek itt kicsit jobbrább, hát ha látok valami olyan dolgot, ami úgy nem tudom, feltűnőbb lehet, vagy várjátok, felmászok erre a fára. Hát ha itt a fa tetején valamit látok, semmi. Igazából itt középen kétlem, hogy itt középen lesz, mert itt rettentő sok ugyanolyan kicsi ház van. Szerintem valami kitűnő házat kéne keresni, ami kicsit kitűnik úgymond a többi közül. Itt mondjuk tele van chestekkel, ezt azért megnézem. A chestes helyeket azért szeretjük, mert ott van esély, hogy találjunk valami jó cuccot, de nem. Ezek mind üresek sajnos, na mindegy. Itt van még egy torony, meg itt van még egy ilyen, hát kicsit kisebb ház. Ide is azért benézzünk. Ó, titkos, Po titkos mesteri szentélye. Hoppá! Hoppá! Megtaláltuk, srácok, szerintem legalábbis, hogy nem tudom, mondjuk lehet, hogy ez csak egy szentély.
De akkor én benézek ide, hogy itt mit tudunk találni. Jó, jobbra vagy balra, vagy egyenesen. Mindegy, megyünk első sor balra. Ó, és ott is lehet tovább menni. Itt van valami bár. Jó, ott benézünk ide. Aha, ez igazából csak egy szimpla bár. Itt nagyon semmi extra cucc nincsen. Itt jobbra, itt ez valami kandallós pihenőhely. Ez itt egy könyvtárnak néz ki. Hú. Azért tényleg vannak itt eléggé érdekes cuccok. Amúgy srácok, nem tudom, hogy hányan ismeritek tényleg amúgy Pót, ezt meg se kérdeztem. Ugye régen ment ugye hát ez a kis Kung Fu Pandás mese, legalábbis én mindig annó néztem a Nickelodeonon. És hogyha ismertek, akkor nyugodtan írjátok le ugye a komment szekcióba. És ja, írjátok le, hogy ti szeretétek-e vagy nem. Én nekem most ez tökre ilyen kis nosztalgikus így visszagondolni, én tökre szerettem úgy őt régen. Na mindegy, menjünk fel akkor szerintem itt a lépcsőn, valószínűleg itt kéne valahol keresnünk. És dobjatok egy lájkot, hogyha láttátok a mesét. Na, jó, én itt elmegyek ebbe az irányba elsősorban. Nem, itt nincsen. Elmegyek ebbe az irányba, itt sincsen. Lehet, hogy végül tök rossz irányba vagyok. És nem is, hol lehet? Erre talán. Itt is ilyen alvós rész van. Nem tudom, srácok, na várjuk a túloldalra is átmegyek talán. Nem. Sehol nem találom. Hát nem, nincs itt. Nincs itt, srácok, hol kéne még keresnem? Mindent átnéztem szinte. Jaj, hogy van egy. Aha, látom szerintem a nevét, szerintem még feljebb is lehet menni. Aha, lehet feljebb menni. Jó, mi ez itt? Meditáló terem. Na, várjatok, és itt van a valami pont, először ide átnézek. Itt a csesztek üresek, jó, akkor átmegyek a túloldalra. És ott lesz benn Pó. Aha, ott valamit nagyon csinál, ott valami pálcikán ott áll, gondolom az a meditálás. Meg itt egy diaszett is. Jó, nem tudom most ilyenkor. Ilyenkor ő tudja, hogy itt vagyok vajon, vagy bólogat össze-vissza. Jó, ja, tudja, hogy szerintem, hogy itt vagyok. Hello, szia Pó. Hello, mi a helyzet? Kiütött itt mellettem egy izét. Figyelj Pó, én nem akarok tényleg semmi rosszat. Én csak azért jöttem, hogy esetleg amúgy azt hadd mondjam el, hogy tisztellek téged, és amúgy szerintem jó karaté is vagy, mert minden cucc. Mi ez? Szervusz, kedves idegen, miért jöttél? Szeretném, hogy megtanítsál nekem pár ütést, fogást, valami kis különlegességet, és hogy érted? Valami extra taníts nekem, hogy a Minecrafton belül nagyon nagy megtiszteltetés lenne, és király dolog lenne. Nem karatéz, ja tényleg kung fu. Srácok, el is felejtettem, ez nem karate, ez kung fu. Hát tudjátok a izé, van az a izé, hogy mindenki akar kung fuzni, mit tudom én, vannak benne ilyen zenék. Na, jó, bocsi. Na, figyelj, meg nem tanítanál, na bocsi, na, ne ellenem használd fel a energiádat, ez csak pozitív dolgokra lehet használni, na. Pó, megtanítanál nekem pár kung fu ütést? Léci, nagyon király lenne, srácok, most gondoljatok bele, Pó tanítana minket kungfúzni, azért ez milyen király dolog. Hát, az attól függ, felkészültnek érzed magad? Teljesen felkészült vagyok, Pó. Mindenem csurik felkészültséggel van tele. És megvan a lelki egyensúly, totálisan megvan. Megmutassam, na várjál, én is felmegyek erre a meditáló cuccra. Várjál, nem így kéne. Várjál, mindjárt feljutok. Jó, oké, mindegy. Tegyél már fel oda. Megmutatom nektek, neked, hogy milyen. Ó, köszi. Na, figyeld meg. Hogy hosszokat lenni ez? Be kell szívni a pozitív energiát, ki kell fújni a negatívat. Jó, tessék, látod? Működik. Na, igen, látod? Na, menjünk ki és taníts nekem olyan kung fu rugásokat, meg mindent, hogy mindenki eldobjon egy, most dobjon most azon egy hátast ennél a videónál, és csapassanak egy lájkot. Na, Pó, hol van itt a kung fuzós hely? Hol kell itt kung fu? Itt lent? Vagy itt kint, itt a füves része. Nézd, ez így szép, sok itt a természet, meg minden, mondjuk este van. Nem tudom, hogy mindegy, jó lesz, este kell itt kung fuzni. Este kell sokat tanulni, és akkor majd ott, mit tudom én, lehet, hogy este jobban megy a... Ó, mondjuk reggel lett, na mindegy. Itt van a küzdőgyep. Jó, oké, rendben, küzdjünk! Gyerünk! Brá, hujá, hujá! Jó, mindegy, gondolom, hogy ez nem így megy. Nem baj, tanítsd meg nekem a legexkluzívabb mozgásokat, fogásokat, és mindent. De biztos, hogy van ilyen... Wá! Meg van ilyen... Hujá! Meg mit tudom én mit, na. Érted? Én az ilyenekre vagyok kíváncsi. Első kombináció, kettő egyenes, egy felütés. Mi van? Jó, mutasd meg, Léci.
Ez mi volt? Kettő egyenes. Aha, értem. Na várjál, mert hadd mutassam már meg én rajtad. Na, figyelj, figyelj, várjál. Így, kettő ütés, és fel! Így, így jó? Nem? Mi az, hogy nem jó? Na, igen, igen, és jó, várjál. Kettő ütés, és pá! Így, na, egész jó, szerintem annyira nem volt rossz. Na, pó, hát most erre nehogy azt mondd, hogy ez nem tetszett. Majdnem, azért van még mit tanulni. Jó, oké, okay, jöhet a következő. Jöhet a következő. Mutass egy pár dolgot, kedves Pó. Aztán én lehet, hogy lassan lezárom a videót. De nem, de srácok, most nem baj, most nem baj, most mi. Most mi megtanulunk még kungfuzni, majd azután köszönünk csak el. De úgy ne felejtsétek el, hogy majd kettő, vagyis a videó vége után majd ugye kezdődik a nagy csatornán is a premier, majd lehetek ott. A következő kettő jobb, egy bal horog. Aha, és ez hogy kell? Igen, igen. És így, hát ez így, így, így. Aha, jó, oké, hát jó, rendben van. Következő, van még valami ilyen nagyon extra, vagy itt csak ilyen, tényleg ilyen jobb, izé, bal, meg mit tudom én. És az utolsó, ami extra. Na, mondjad, milyen extra dolgok vannak itt? Remélem, hogy tényleg valami extra dolog lesz, srácok, nem csak ilyen kis alaptudású dolgok, mert én akarok valami extrát tanulni. Nem csak ilyeneket, hogy jobbról, balról. Vannak szuper képességek, mi van? Azt én nem tudom elképzelni, ezt hogy érted, hogy szuper képességek. Benned, vannak szuper képességek benned, a bot és a másik, a láng jelenik meg szimbólumként. Aha, és ezt így hogy? Nem tudom, be tudod nekem mutatni, vagy valami legalább? Érted, mert most így, nem tudom, láng, meg bot és láng. Ezt én, mint mester, alapítottam meg, persze. Jó, rendben, mutasd meg, hogy ezt hogy érted, na. Pó, kellek mutasd meg, hogy hogy érted azt, hogy van láng, meg valami bot. Igen, itt egy bot, értem. És itt egy láng rúd, aha. Értem, és most ezzel mit kéne nekem csinálni? Mit kell csinálnom, Pó? Léci, valami tanácsot légy szíves, adj már meg, mert úgy fogalmam sincs, hogy most így hogy kéne ezt így irányítanom, vagy mi ez. Üss vele, és közben repülj. Mi van? Menni fog. Tudok repülni. Meg villámozni, mi van? Várjál már! Mi a? Várjál már, ez engem izél! Ajaj, jó, ezt óvatosan kell. Jó, ez mekkora király már, srácok? Tudok villámot szórni? Na! Tudok villámozni össze! Vissza, ez tényleg óvatosan kell. Na, és a lángrúddal meg gondolom ugyanez, vagy ezek tudok. Jaj, ezzel tudok lángot dobni. Ezzel király, jó, azért a város nem akarom felgyújtani, de milyen király már, srácok? Vannak ilyen képességek, és tudok repülni is, amikor ezek vannak így a kezembe. Na, amikor én nem repülök, akkor meg így kikapcsol kb. Konkrétan a fly, na mindegy. Nagyon szépen, eltüntette a inventoriumot. Hát gondolom, hogy ezek ilyen secret dolgok, és nem szabad, hogy nálam legyen, ez csak ők használhatják, vagy nem tudom. Hát jó, kösz szépen, hogy megmutattad ezeket, Pó. Igen, most már a repülésre megy, hát ja. Jó, nem baj, Pó, kösz szépen, hogy ezeket bemutattad, nagyon király. Lehet, hogy én majd még így vissza fogok hozzád nézni, mert te eléggé bedes srác vagy. Örülök, hogy jöttél és tanultál, én is örülök. Hát, Pó, nagyon-nagyon szépen kösz tényleg, hogy itt lehettem akkor. És srácok, találkozunk legközelebb. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogy tetszett, akkor csapostok egy lájkot, és iratkoztok fel. Írt még valamit. Most már ezt is tudod, remélem még látlak. Szia, én is remélem. És hát ja, találkozunk legközelebb is, hogy 2 percben kezdődik a nagy csatornámon a premier. Ott is lehetek, ott. És ugye, és ott meg ugye sorra válaszva fogjuk megnézni ugye Pót, és még nem tudom még hány karakter, de ezt nem tudjátok ti is fejből. És ja, ott fogunk találkozni, srácok, konkrétan 1 perc múlva szerintem. Szóval ja, köszönöm, hogy voltok még egyszer, és ja, sziasztok!